2015. január 1 -e ettől az időponttól rögzített árfolyamon törleszthetik az érintettek devizaadóságukat. A svájci franknál 256,47 század, az eurónál 308,97 század forintos, a japán jennél pedig 2,163 forinton határozták meg az átváltási árfolyamot. Ez a forintosítás azonban a törlesztő részletek mértékét az elszámolás is csökkenti majd, hiszen a tisztességtelen Kamatok miatt újra számolják a teljes törlesztést. Az egyik bank nyíregyházi lakossági hitelosztályának vezetője azt összegezte, kiket érint az elszámolás. Az elszámolás az azokra a magánszemély fogyasztókra vonatkozik, akik meghatározott időben vagy időszakban felvett és megszűnt vagy még élő deviza alapú, azaz devizában nyilvántartott, de forintban törlesztett vagy deviza alapúnak nem minősülő, tehát devizában nyilvántartott és devizában törlesztett, illetve forint alapú hitelszerződéssel rendelkeztek. Ez a kör magyarra fordítva azt jelenti, hogy jelzálok fedezetű hitellel rendelkeztek, vagy személyi kölcsönnel, vagy gépjárművásárlási kölcsönnel. Ide tartozik az árfolyamgáttal védett konstrukció, illetve a kedvezményes végtölesztéssel megszűnt kölcsön, továbbá a követelés kezelő részére átadott követelés is. A felszámolás vagy végelszámolás alatt álló pénzügyi intézményektől igénybe vett hitel, kölcsön, illetve pénzügyi leasing szerződések is érintettek, ám az elszámolás nem vonatkozik mindenre. Többek között a hitelkártya alapján nyilvántartott kereteket, a lakossági folyószámlához kapcsolódó hiteleket és az állami kamattámogatás mellett igénybe vett lakás célú jelzálók hiteleket nem érinti a törvény. Február 1-től életbe lépett a Fairbanki jogszabály, amelyik alapján a pénzügyi intézményeknek már az új jogszabályban meghatározott feltételek szerint kell az egyes követelés részekre a jóváírásokat elszámolni. És hát talán a legnagyobb lépés, vagy a legnagyobb feladat az az lesz, hogy a pénzügyi intézményeknek március 1-e és április 30-a között kell az érintett ügyfélkör részére postázni a Speciálisan az adott hitelre vonatkozó elszámolást, illetve a részletes tájékoztatókat, amelyek alapján az ügyfelek megismerhetik, hogy milyen lehetőségeik vannak nekik. Elszámolást kizárólag postai úton térti vevényes levélben kapnak az érintettek, azt követően a 15. munkanapon, vagyis legkésőbb május 22-én megkapják a devizahitelesek a jóváírást, elsőként azok, akiknek már lejárt a hitelszerződésük. A többieknél a hiteltartozást fogja csökkenteni az elszámolási összeg, az új kedvezőbb törlesztő részletek pedig leghamarabb májustól lépnek életbe.